Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntelek benneteket a mai képviselőtestületi ülésünkön. Az első napi rendi pontban közmeghallgatást terveztünk, de nem jelent meg senki egyenlőre a kezdéskor. De amennyiben a napi rendi pontokkal egyetértetek, úgy kérem készfeltartással szavazzunk. Köszönöm szépen. Mint említettem, az első napi rendi pontunkon túl is léphetünk, mert nem jelent meg senki a közmeghallgatáson. Rátérnénk a második napi rendi pontunkra, a helyi adókról szóló rendelet módosításáról. Ugye a múlt héten kérdeztem tőletek, hogy van-e valakinek ötlete arra, hogy hogyan módosítsuk úgy a adótörvényünket, adóinkat, hogy állítsuk be, hogy kellő bevételünk legyen, kellő fedezetünk legyen a jövő évi működéshez. Ezt ugye a jövő évi működés elfogadását november 30-ig kell megejtenünk. Ez éven arról fog szólni, hogy január 1-től, amennyiben a kormány felmondja, vagy visszavonja a rendkívüli intézkedéseit a Covid miatt, ez a törvény életbe fog lépni, ez a rendelet. Amennyiben nem, a visszavonás után léphet csak hatályba. De mégis azt kérem, hogy ugye csütörtökön már én küldtem mindenkinek egy előzetes tervezetet a jövő évi adó módosításáról, amit a kollégákkal, kolléganőkkel próbáltunk úgy beállítani, hogy ha nem is optimális, de egy optimálishoz közeli állapotot tudjunk elérni az adóbevételek szempontjából. Nem tudom, megnéztétek ezt a törvényt, vagy ezt a rendelettervezetet? Ehhez kérném, hogy szóljatok hozzá. Valakinek hozzáfűzni valója? Igen, akkor ez a rendelet tervezet lényegében két helyi adóformát érint. Nem helyi, mondjuk az idegenforgalmi adó, ami eddig ugye nem volt bevezetve a településünk. Be volt vezetve, csak emelnénk az összegén. Értem. Tehát ez lényegében egy összegmódosítás, meg az építmény adó pedig a nem lakás célra járt szolgáló épületekre vonatkozik. És 400 forintba. Vagyis a javaslat úgy szól itt a rendelettervezetben, hogy 400 forint lenne per négyzetméter per év. 400 vagy 500? Mert 400 vagy 500. A ti javaslatotokat elfogadva 400 vagy 500. Le van írva, hogy mennyi a bevétel akkor, ha 400, és mennyi a bevétel akkor, ha 500 forint. Na most, amennyiben a veszélyhelyzet elmúlik, felmondja ezt az intézkedést, tehát a erre vonatkozó tilalmokat a kormány, illetve a parlament, akkor tol vezetjük be. És hogyha úgy néznek ki, hogy valami egyéb adónemen is kell módosítani, vagy valamit bevezetni, akkor azt megtehetjük, vagy csak november 30-áig. Nem tehetjük meg, gyakorlatilag a kormány a rendkívüli állapotot, ami bevezette, se új adónemet nem lehet bevezetni, se a meglévő adónemeknek az emelését nem lehet addig érvényesíteni. Jó, de ha ezt a kettőt elfogadjuk, ennek a módosítását, akkor ez a veszélyhelyzet után bevezethető. Igen. Értem. Én a magam nevében egyébként mind a kettőt támogatom. Látva azt a helyzetet, ami a költségvetésünkből következik, és ami a jelenlegi napirendi pontok között is szerepel, hogy hitelfelvétel, egy rendelkezésre állási hitelről kell döntenünk bizonyos okok miatt. Ha ez a két emelés valamelyest javít az önkormányzatnak a bevételein mindenképpen, támogatom. Én most nem tudom, a 6-7 millió forintra emlékszem az egyiknél, a másik nem is jut eszembe, tehát ez lényegében egy olyan 10 és 20 millió forint közötti értéket jelentene. Igen.
Na, ennyit szeretnék mondani. Mind a kettőt támogatom. Én a idegenforgalmi adónak a mértékét 400 forintban javaslom. Azt hiszem erre mód is lehetőség van, illetve a négyzetméter pedig mégis 500 forint között. Én inkább a 400 forintot javaslom. Hát aztán... Valakinek még esetben? Igen? Köszönöm, ennyit szerettem. Köszönöm, doktor. Nekem csak annyi hozzáfűzni valóm lenne, hogy én magam részéről az 500 forintos emelést fogom támogatni. Azt is elmondom, hogy miért. Mert nagyon-nagyon régen volt emelve adó. És én mindig ezt is szajkóztam, megmondtam, hogy ugye mindig probléma van a közterületek rendbetartásával. És én mindig azt mondtam, hogy próbáljunk meg egy olyan alapot pluszba, hogyha sikerül, majd ugye a gazdasági helyzet most jelen pillanatban nem teszi lehetővé, de próbáljunk meg egy olyan alapot kialakítani, előteremteni, tudom, hogy nem lesz egyszerű, hogy azokat a közterületeket, amit egyik nem tudtunk normálisan rendbe tartani, mert ugye közmunkaprogram teljesen lecsökkent, tehát alig van közmunkás, és ebből lehetne egy plusz finanszírozni. Arról nem beszélve, hogy azért van forráshiányunk, tehát hogyha a költséget is megnéztük, vagy megnéztétek, akkor van elég forráshiány, és ez az 500 forint sem fogja szerintem teljesen fedezni azt a forráshiányt a költségvetésből, úgyhogy én magam részéről az 500 forintos emelést fogom támogatni. Köszönöm, hogy meghallgattad. Köszönöm. Valakinek még hozzáfűzni valamit? Nekem annyi lenne, hogy nem tudom már melyik arról nem ide kerül be hozzánk. Melyik az? De minden? Azokat nem emelünk. Olyat nem is emelünk, ami nem ide kerül be. Nem? Akkor... Na, ezek ide kerülnek be. Valakinek még hozzáfűzni valója? Én is az 500 forint emelést javaslom. Válaszom külön. Gyakorlatilag válaszok külön, hogy ugye van egy, ami négyzetméter áron szól, a kivett területek után, a nem lakóingatlanok után van 4 vagy 500 forint a javaslat. Ott levetítettük, hogy mennyi. Akkor ha 400 és mennyi, akkor 500 forint. Gyakorlatilag ha 400 forint, akkor 14-15 millióval nő meg a bevételünk. Ha 500 forint, akkor olyan 17-18 millióval körülbelül. Illetve a másik, az idegenforgalmi adó, az úgynevezett IFA, a vendégészakák utánként most 250 forint jelen pillanatban. Ez is több mint 10 éve nem változott, ennek az ára. Ez most 250 forint, a javaslat vagy 400 vagy 500 forint. Ha 400 forint, akkor 5 millió 16 ezerre fog megnőni a 3 millió 136 ezerről. Ha 500 forintra emeljük meg, akkor 6 millió 272 ezer forint. 6 millió 272 ezer forint. A kettő adónemből fog kijönni körülbelül a 18-20 millió forintos éves növekmény. De azt néztétek ugye, hogy a 2021. évi elvonás a gépjárműadó 40%-át, hogy most már nem ide folyik be, az 10 millió 315 ezer forinttal érintette a 2019-es elszámoláshoz képest önkormányzatot, illetve az idegenforgalmi adó támogatás, ami 2 millió 600 ezer forinttal érintette, hogy az nem ide folyt be. Illetve az adóérő képesség miatti elvonás növekménye, ez az úgynevezett szolidaritási adó, 5 millió 176 ezer forinttal sújtotta az önkormányzatot. Gyakorlatilag ez a 2021 évben ez összesen 18 millió forint. Na, erre kerestünk, erre próbáltunk meg forrást találni. Nyilván megvizsgálva azt, hogy más településeken, megnéztük a környező településekhez képest is, hogy mennyi ez az adó. Van, ahol, nevet nem említek, van, ahol 1000 forint, ez négyzetméterenként például. 1250 forint lehet négyzetméterenként, az a plafon, addig lehet. Mi azért próbáltuk ezt a 400-500 forintot, hogy nyilván a vállalkozásokat nem akarjuk bántani, de a fejlesztéshez hozzá kell járulni. A lakosságot nem akartuk kellemetlen helyzetbe hozni, mert ott is
meghagytuk a kommunális adó mértékét, ugyan ott is több mint 10 éve nem változott a kommunális adó mértéke, a 3000 forint, ami lehet, hogy egy-két éven belül ezen is el kell ezt gondolkodni, hogy az most mennyire reális, mennyire valós, illetve azt is néhány embernek elengedjük. Tehát azért ezeken el kell gondolkodni. Ezért próbáltuk meg úgy összerakni a költségvetésünket, hogy legyen benne pici tartalék is. Nem sok tartalék lesz benne, hiszen évek óta a itt dolgozó embereknek sem tudunk megfelelő béremelést végrehajtani. Nem tudunk a képviselőknek tiszteletdíjat fizetni, amit Tamás például te is évek óta mondasz, de ezek azért változnak, évről évre változik a önkormányzatnak a finanszírozása. Most jutottunk el odáig, hogy ezeket látva lépnünk kell, hogy egy fix tervezhető bevételünk legyen. Én, mint vállalkozó, én magamat is ugyanúgy sújtom bele, mint az összes többit. Nyilván ez nem kérdés, hogy egyik vállalkozás erősebb, másik gyengébb. Sosem lehet egy egyenlőséggelet húzni egyik vállalkozás sem közé, vagy egyik vállalkozás közé sem, de nyilván az ember nem önként dalolva, de a közös teherviselés érdekében bele kell, hogy egyezzen ezeknek az emeléseknek a mértékébe. Én azt fogom javasolni, amit a többség javasol. Ha azt mondjátok, hogy 400 forint, 400 forint, négyzetméterenként, ha 500 forint, 500 forint. Én el fogom fogadni, hiszen ne én döntsek benne, hiszen én is érintett vagyok. De én azt fogom, amit a többség javasol. A másik, a IFA, az ingatlan, vagy az IFA adó mértéke, ugye ezt is el kell gondolni, ez sem volt több mint 10 éve emelve. És itt is el kell gondolkodni, hogy 400 vagy 500 forint, hogy az a 100 forint mit jelent egy vendégészakába, vagy mit jelent az a 100 forint az önkormányzatnak egész éves hozzájárása. Ugye sajnos azt kell, hogy mondjam, nekünk minden egyes 1 millió forint, mondjuk, hogyha azt veszük, hogy itt most a 400 vagy 500 forint az IFA-nál 1 millió 200 ezer forint különbség, az pont például a Burza Hungarika hozzájárulásánál pont ennyit fog jelenteni. Ezt döntsétek el ti, én kérek tőletek javaslatot, hogy 400 vagy 500 forint legyen, ez vagy az, és én akkor úgy teszem fel a kérdést. Én azt szeretném, hogyha előzetesen megbeszélnénk, hogy mennyit javasoltok, ki az, aki 400, ki az, aki 500, egy nem hivatalos szavazás is akár. Feltehetek erről, ugye most olyan arányban vagyunk, hogy még nem is lesz döntetlen, hiszen 5 képviselőnk van, mondjátok meg ti a mértékét. Jó? És én azt támogatni fogom. Magam részéről 500 forintot javaslom. Én elhangzott a részéből a 400 forint, szerintem szavaztasd meg is akkor. Akkor aki azt mondja, hogy 400 forint, úgy kérem, emelje fel a kezét. Doktor úr, ember, aki azt mondja, hogy 500 forint, akkor 500 forint, akkor így fog. Ez a négyzetméterenkénti árról beszéltünk. Igen. Beszéljünk a vendégészakákról, az IFA mértékéről. 400 forint, aki 400 forintot javasol, úgy kérem készfeltartással szavazzon. 400 forint. Aki 500 forintról, az kérem készfeltartással szavazzon. Rendben van. Most pedig felteszem a hivatalos kérdést. Az előterjesztésben az fog szerepelni, aki egyetért a épületek adójának, a nem lakó ingatlanok adójának nézetméterenkénti ára 500 forint legyen, illetve a vendégészakák után elszámolandó adó mértéke 500 forint legyen, úgy kérem készfeltartással szavazni. Köszönöm szépen, akkor a magasabb díj lett elfogadva, mind a két helyen az 500 forint lett elfogadva. Köszönöm szépen.
Rátérnénk a második napi rendi pontra, helyesebben már a harmadik. A munkabér hitel igénylése. Hát az előbb említett okok miatt általában kicsit később kapjuk meg a munkabérekre a pénzeket, illetve amikor az adó befolyik, akkor tudunk mindig egy kicsit lélegzetvételhez jutni. Ezért kérném azt, hogy az előző évekhez hasonlóan a munkabér hitelkeret igénylését támogassátok. Ehhez van-e valakinek esetleg hozzáfűzni valójában? Igen? Nekem kérdésem lenne, hogy lehet. Minden éven felhasználjuk ezt a hitelkeretet? Van, amikor igen, van, amikor nem. Tehát ez most csak egy rendelkezésre áll. Ez folyamatosan rendelkezésre. Ha minden húszakad, akkor kell hozzájárulni. És mi a gyakorlat, hogy például tavaly hozzá kellett nyúlni? Hozzá kellett nyúlni, így van. Tehát ennek a rendelkezésre tartási díja nem egy magas összeg. Tehát az OTP olyan keretet adott nekünk, ami nem egy magas összegről szól. Ez 6.700.000 forint. Jelent, de ez csak havi lebontásban, minden hónapban ezt ugye vissza kell törleszteni. És ennek van megkötés, hogy x időn belül kell visszafizetni? Általában nem. Ezt egy éven belül bármikor fel lehet használni. De ez 6.700.000 forint, ez a plafon. De hogyha felhasználtuk, akkor év végéig azt... Az persze. Tehát az év végéig az elbíráláskor amúgy is figyelembe veszik, hogy ez vissza legyen fizető. Köszönöm. Mindig. Jó, ha nincs több kérdés, aki egyetért azzal, hogy a munkabér hitelkeretet megigényelhessük, úgy kérem készfeltartással szavazunk. Köszönöm szépen. Negyedik napirendi pontunk a Szerencsi Többcélú Kistérségi társulási megállapodás módosítása. Ez nem másról szól, hogy megváltozott egy cím benne, ugye Angéla? Egy székhely változást, ezt kell lekövetni. De gyakorlatilag semmi nem változott, csak a székhely változáshoz kell hozzájárulnunk. Azt hiszem ezzel olyan nagy dolgunk nincs, meg kell szólni. Aki egyetért ezzel, ilyen készfeltartással szól. Köszönöm szépen. Rátérnék a 5. napi rendi pontra a közmunkaprogramok. Láttátok az előterjesztést, ehhez van-e hozzáfűzni valamit? Van-e valakinek? Sőtöm. Egyre kevesebb a hadrafogható emberek, akiket lehetne alkalmazni. Mindegyik, aki jön, az úgymond becsülettel elvégzi a munkát, de oda kell rá figyelni, hogyha a pályázatba lehet, akkor eszközöket azt tudunk hozzátenni a pályázathoz. Annyi a haszon, hogy különböző eszközök, fűrész, fűnyíró, ezek. De az emberek sajnos, hát nem sajnos, kevesen vannak, akik részt tudnának venni a falu munkálataiban. Valakinek még esetleg? Igen? Nekem megint csak kérdésem lenne. Megmondom őszintén, hogy ezt nem tudtam teljesen végigolvasni, ezt az anyagot. Van benne közfoglalkoztatott pályázat is? Ebben a programban? Természetesen mindig van egy munkabér, illetve van egyfajta eszköz, állomány, amit hozzá lehet rendelni. A két programban, az egyikben van 5 millió, ha jól emlékszem, ma beszélgettünk pont erről, a másikban egy 2 milliós keretösszeg. Ami ugye érdekes, mert értelmesen maga ezt az 5 millió forintot el lehetne költeni, ha egy nagyobb eszközt lehet vásárolni, ez a sok apróságból, illetve a 25. fűnyírót már nem tudjuk megvenni, meg nem is nagyon akarjuk megvenni, és tényleg értelmes dolgokkal próbáljuk megtölteni ezeket a munkaprogramokat. Ugye, ahogy láttátok, kettő darab
pályázatba szeretnénk részt venni, mind a kettő 100%-os támogatású, és mind a kettő 10-10 főt foglalkoztat. Ugye ennek az a érdekesség, hogy mindig csinálunk előzetesen egy felmérés, hogy ki szeretne részt venni ebbe a programba, hiszen alapvetően nem csak az önkormányzatnak fontos ez, hanem nyilván azoknak az embereknek segítség, akik úgy gondolják, hogy ebbe a programba részt kívánnak venni. Ez hónapról hónapra, meg évről évre változik, mert van, akinek akad munkája közben, van, aki úgy gondolja, hogy nyáron nem akar jönni dolgozni, van, aki úgy gondolja, hogy télen. Nagyon nehéz ezt a munkát mindig kitölteni, ezt a programot kitölteni úgy, hogy ne kelljen visszafizetni ebből forrást. És én azt gondolom, hogy én megköszönöm minden közmunkásnak, nagyon tisztességgel végzik a munkát. Igyekszünk olyan feltételeket teremteni, hogy kompromisszumos megoldások. Nyilván ezt a munkaidő keretet is nyáron a hajnali órákra toljuk el, vagy az esti órákra toljuk el, próbáljuk úgy összerakni ezeket a dolgokat, hogy mindenkinek megoldás legyen. Tehát akik részt vesznek benne, jó részt családi meggondolásból, illetve a gyerekek miatt is nem mennek máshova dolgozni, nem tudnak elmenni máshova dolgozni. Mi igyekszünk segíteni ezeknek. Nyilván én megköszönöm elsődlegesen a vezetőjüknek, meg a vezetőiknek, hogy foglalatoskodnak nap mint nap ezzel a dologgal, hiszen nagyon sokan gondolják úgy, hogy hú, hát itt ebbe a faluba ez sincs kitakarítva, az sincs kitakarítva. Most ha végig gondolják azok az emberek, hogy hány négyzetméter felület, akár zöld felület, akár árok, akár útszakasz van itt ebbe a településbe, és van mondjuk egy ötfős műszaki csoport, és néhány közfoglalkoztatott, akkor azt gondolom, hogy még mindig csodát tettek ebbe a településbe. Lehet itt kihúzgálni egyesével a fűszálakat is bemutatgatni, hogy ez sincs kivágva, vagy az sincs kitakarítva, de még mindig az emberek jó része elfelejti azt, hogy az utca felé az árkot és az utat neki kellene kitakarítani. Az, amit a közmunkások, illetve a közfoglalkoztatottak csinálnak, az mind vegyék ajándéknak, szerintem. Én azt gondolom, hogy eljön majd az az idő, amikor ezt is komolyabban számon kell lesz kérni a lakókon, hogy ezt a takarítást elvégezzék, mert ha visszaemlékeznek, 2010-ben 130-140 fővel indult ez a közmunkaprogram, most jelen pillanatban 2x10 fővel fog menni. És ez mindent letakar a településen. Én túl azon javaslom a két közfoglalkoztatott pályázat beadását. Nem lesz egyszerű az összeállítása, hangsúlyozom azért, mert ezt az 5 milliós, illetve a 2,5 milliós keretet úgy értelmesen elosztani, hogy abból megfelelő eszközöket vásároljunk, ami jó rész hosszú távon használható lesz az önkormányzat számára, elég nehéz, hiszen most már elég sok mindenünk van. Az elmúlt 10 évben azt gondolom elég felbővítettük az eszközparkunkat, úgy buszokba, autókba, traktorokba, egyéb eszközökbe, hogy el vagyunk látva, de igyekszünk megpróbálni normális, értelmes dolgot kitalálni a közeljövőben ebbe a két programba. Én javaslom ezt a két programnak az elfogadást. Életesítő tudtuk. A közfoglalkoztatott, a közmunkásoknak a feladatköre rendkívül színes egyébként. Mégis most itt beszéltünk a közterületek karbantartásáról, ároktakarításról, átfolyók gondozásáról, és ott van még egy nagy terület neki, amiről nem esett szó, hogy a veteményes kert. A veteményes kert az ugyanolyan intenzitással megy továbbra is. Kérdezem ezt azért, hogy
a konyhának a státusza egy kicsit megváltozott, de továbbra is a veteményben termettek felhasználásában ugyanúgy rész lesz a konyha is, vagy pedig más már a kapcsolat, illetve hát nyilván a megtermett javak pedig elosztásra vagy eladásra kerülnek. Akkor lényegében ugyanúgy megy ugyanaz az. Ebből a csökkentett létszámmal is meg tudtuk oldani a veteményes. Közel 2 hektáron paprika, paradicsom, káposzta, karalábé, ezeket mind kézi munkával kellett, és ezen felül meg csemeke kukoricát is vetettünk, és úgy ahogy, de becsülettel megoldottuk, hogy ki lett szolgálva a falu lakossága. Először indultunk 100 forint per kiló, mindenki megelégedésére adtuk, és utána meg már teljesen ingyen osztottuk a lakosságnak. Akkor a konyha az most már a felhasználók közül az kiesett lényegében. Szinte semmit nem adtunk. Felkínáltuk, de ők azt gondolták, vagy úgy gondolták, hogy ők be tudják máshonnan szerezni, illetve nem olyan ütembe jött volna, nem úgy értek volna a dolgok. Mi azt mondtuk, hogy rendben van, mi úgy gondoltuk, hogy a mádi lakosoknak kedvezünk azzal, hogy ezt kedvezményesen eladtuk. És azt gondolom, hogy mindenki megelégedésére, hiszen rendkívül szép, jó minőségű árut tudtunk termelni, illetve mert volt 6 hektár kukoricánk, amit learadtunk, nem lett egy csúcs termés, de valamennyi árbevétele lesz belőle az önkormányzatnak nyilván. Azt is most számláztuk ki, az is ide fog befolyni, és a közmunkaprogramba fogjuk visszaforgatni, hiszen oda kell. Én azt gondolom, hogy csinálni kell, ezek jó dolgok voltak. Szép áru volt, amíg lehet, amíg szerintem össze tudjuk szedni úgy az embereket, úgy az eszközöket. Még van az a hozzáállás, addig szerintem ezt csinálni kell. Aki ezzel egyetért a 2 közmunkaprogram beadásával, kérem készfeltartással szabadon. Köszönöm szépen. Indítványok, javaslatok. Angela, jött-e valami? Hát amennyiben nincs, vagy van-e valakinek hozzáfűzni valója? Köszönöm szépen, akkor én egy-két dologról szerettem volna tájékoztatni a lakosságot. Ugye most már mind a 2 ütem elindult a főutca fejlesztésénél. Nyilván nem fog lemenni úgy ez a 2 program, hogy ne legyenek kisebb-nagyobb fennakadások a közlekedésben. Én mindenkinek kérem a türelmét, én mindenkinek kérem a megértését. A végkifejlet szerintem az nem lesz kérdés. Most kinek megítélése szerint nyilván hallottam több olyan kritikát, hogy miért pont a főutca, az összes többi utca miért nem. Lesz olyan program, amiben az összes többi utca benne lesz. Nyilvánvaló, lesznek olyan fejlesztések, de ha valamire ki van írva pályázat, akkor nem térhetünk el. Ha annak idején elindítottuk ezt a programot, ez a világörökségi területekre lett kiírva ez a pályázat, az első, amikor elindult, és akkor próbáltuk, hogy a világörökségi magterület, világörökség főutca, ez része, ezt másik 5 településsel vagy 6 településsel együtt nyertük el. Ezt az első ütemet, ha erre lehet pályázni, akkor nem lehet arra pályázni, hogy mondjuk az Ary Endre utcát leaszfaltozzuk. Ezt azért tudomásul kell venni. Mindig arra lehet pályázni, ahova elértünk. Tehát most, ha tornaterem lehet pályázni, akkor miért nincs az, hogy miért nem a valamelyik járdát csináltuk meg helyette, hanem akkor tornatermet kell csinálni. A pályázatoknak ez a sajátosság, hogy valamire ki van írva, és nekünk kell kitalálni, hogy ezt hogy lehet érvényesíteni, hogy lehet ezt ráhúzni, ezt a dolgot. A kerékpárút fejlesztésre érkezett jó néhány beadvány, 10-valahány pályázó vette ki, és
ha jól tudom, érvénytelenítették az első közbeszerzést, mivel a legolcsóbb árajánlat is jóval magasabb a rendelkezésre álló forráshoz képest. Szeretném azt, ha megértenék, ez is körülbelül új kiírásra kerül, újra kiírásra kerül a kerékpár út, és meglátjuk azt, egy 2-3 hónapos csúszás lesz, jövő február környékén fognak ismét ismét eredményt hirdetni ebbe a ügyben. Reméljük, akkor már lesz nyertes pályázó, és meg lesz rá kellő forrás is. Amennyiben egyetértetek vele, akkor én zárt ülést rendelnék el. Még szeretném megkérni mindenkit, hogy a kormány által előjött intézkedéseken én változtatni nem gondolom, hogy nekünk kellene. Nem tudunk mi sem többet, nem tudunk mi sem jobbat, mint amit a kormány előjött. Én azt gondolom, hogy nekünk azokat az utasításokat, ha mi betartjuk, önkormányzati, illetve település szinten, akkor az már egy jó dolog. Mindenki vigyázzon magára, mindenki, ha lehet, vegye fel a harmadik oltást, akár most a héten, ugye a héten lehet, illetve ha nem, doktor uraiknál jelentkezik, és egy héten belül mindenki megkapja a kellő vakcinát is. Tényleg az a jó vakcina, ami be van adva. Én már ugye megkaptam a harmadik oltást, én átestem rajta, és én tudom, miről beszélek. Akik átestek rajta, most vannak köztük oltottak is természetesen. De akik nem oltottak voltak, azok lényegesen rosszabbul voltak. Ezt meg higgy el mindenki. Én már meggyőzni ebben az időszakban, ha az elmúlt másfél évben se a kormány, se a intézkedések nem tudták meggyőzni az embereket, akik nem oltatták be magukat, én nem gondolom, hogy a későbbiekben valaki más meg fogja őket győzni, vagy az élet meg fogja győzni őket, amiről azt gondolom, hogy nem kéne, hogy bebizonyosodjon ez. Én azt mondom, hogy aki teheti, oltassa be magát. Nagyon szépen köszönöm a részvételt mai napon, és zárt ülést rendelnék el. Köszönöm.